A mai videóban a Space FM fájkezelő eszközzel fogunk megismerkedni, illetve ez nem is teljesen pontos, hiszen ezt a fájkezelőt már ismerjük, bemutattam, előnyeit, hátrányait elmondtam. Egy olyan lehetőségre szeretnék rámutatni, ami sok egyéb fájkezelőben is megvan, de nyilvánvalóan én a Space FM-et választottam ki a négy panel miatt, arra, hogy ezt használjam. Azaz, a többiben is, legtöbben, nem mindegyikben van lehetőség arra, hogy egy kicsit pluginokkal, vagy saját magad által megírt programocskákkal bővítsd a fájkezelő lehetőségeit. Miért? Mert nyilvánvalóan, ha készítenek egy fájkezelőt bármilyen összetett, komplex, és majdnem mindenkinek megfelelő, biztos vagyok benne, lesz egy olyan funkció, ami nem tetszik neked. Másképp lenne jó, hogyha az működne, vagy hiányzik belőle valami. Nyilvánvalóan a bemutatott, általam bemutatott dolgok, azaz kiegészítések, kis scriptek, parancsori dolgok, amiket én napi szinten használok, azok egyértelműen nincsenek bent egy fájkezelőben. Azaz, ki fogjuk bővíteni a kedvenc Space FM-ünket, vagy elgondolkodhatsz azon, hogy a te fájkezelődben van-e ilyen lehetőség, és megnézed, hogy van-e ilyen parancsori vagy scriptesítési lehetőség, amivel fel tudod gyorsítani a napi munkádat. Hogyan lehet valamibe valami plusz funkciót belerakni? Az első gondolat nyilvánvalóan értelemszerűen az, hogy hát megnézzük, hogy vannak-e hozzá pluginok. Vannak. Felmész a Space FM oldalára, elolvasod, hogy melyik plugin, melyik bedolgozó mit tud, majd ami tetszik, azt telepíted. A telepítése pofon egyszerű, rákattintasz a oldalon, letöltöd az adott plugin, rákattintasz, és install, és a file, és kapsz egy fájlkezelő részt, böngésző részt, megkeresed azt a letöltött fájlt, rákattintasz, és beépül. Oké, ez nagyon szép. Igen, ebből van olyan 8-10-12, soha nem számoltam meg, ami közül én kettőt tudtam használni, mert az érdekel. Igen ám, de én napi szinten például olyasmit szeretnék, hogy egy adag, jó adag fájlt, MP3-as, TXT, illetve képfájlt nevezze át a rendszer gyorsan, hatékonyan, a könyvtár nevének megfelelően és besorszámozva. Hát bizony ilyen plugint nem biztos, hogy fogunk találni. Természetesen meg tudjuk ezt oldani. Különböző file átnevező programokat meghívhatunk, kinyithatunk, berakhatjuk abba a fájlokat, megadjuk azt, hogy hogyan kellene azt átnevezni. Be is mutattam egyet, érdemes azt is megnézni, mert az is nagyon professzionális, de igazából macerás. Egyrészt, ha nyitva van a fájlkezelő, mert abban rendezem az állományaimat, akkor már nehogy már még egy programot meg kelljek nyitni egy egyszerű feladatra. Oké, egyértelmű, az sem elvárható, hogy olyan pluginokat készítsenek, ami pontosan azt teszi, és úgy teszi, ahogy én elképzeltem. És mindenkinek eszébe jut, ja persze, írjunk rá egy scriptet. Mi a probléma a scriptekkel? Semmi. De hogyha én a fájlokat át szeretném nevezni egy scripttel, akkor mit kell csinálni? Meg kell nyomni az F4-es gombot, ahhoz van nekem a terminál hozzárendelve, megnyílik a terminál, el kell gondolkodnom, hogy mi is annak a scriptnek a neve, aztán szépen begépelni, ami vagy megy, vagy nem megy. Természetesen menni fog, és meg fogja tenni a dolgát. Igen ám, de ez is egy plusz művelet. Meghívod a terminált, beírod a nevet, és ő elvégzi a dolgát. Oké. Tehát jó lenne, hogyha a fájlkezelőnk ezeket az általam használt scripteket vagy parancsori megoldásokat legyen szíves már megjegyezni, és akármilyen módszerrel bizony ő lefuttatni, úgyhogy nem kell ezt a területet elhagyni. És ideális lenne, és természetesen ezt tudja a Space FM, hogy gyors billentyűt is hozzá tudjunk rendelni. Mivel mások vagyunk, és ezt nagyon-nagyon jól felismerte a legtöbb, nem mindegyik, de a legtöbb fájlkezelő készítő adott ilyen lehetőséget, hogy ilyen kis saját kis programocskánkat, scripteket, parancsori megoldásokat bizony le tudjunk futtatni benne, vagy egyéb funkciókat is bele tudjunk tenni öntevékenyen. Nem mindegyik,
nem mindegyik, de vannak nagyon-nagyon jó erre kigondolt fájkezelők, és nem csak a Space FM, tehát nehogy valaki abba hibába esen, hogy ott hagyja az ő kedvenc fájkezelőjét, mert az biztos, hogy nem tudja. A Dolphin, ha jól emlékszem, a KDE felületnek a fájkezelője a Dolphin, Delphin, nagyon professzionális eszköz, ráadásul még szép is, jól működik, ahhoz gyárilag az internetről rengeteg ilyen bedolgozott le tudsz tölteni, ami készen adja ezeket. A Space FM-hez nincs ilyen lehetőség, ezeket magunknak kell elkészíteni, ami nem nagy dolog. Miért? Mert természetesen, ha már parancsorból át tudtuk nevezni ezeket az eszközöket, vagy értára és szkripteket, akkor bele tudjuk tenni, a Space FM-be is bele tudjuk integrálni. Na de hova? Hát nyilván itt is nagyon professzionális volt a készítője, azt mondta, hogy ő nem fogja számunkra eldönteni, hogy csak a menübe tudod beletenni, vagy csak az ikonkák közé tudod beletenni, vagy a jobb egérgomb legördülő menü között tudod kiválasztani. Meghagyja a választást, hogy te hova integráld bele ezeket az eszközöket. Természetesen nézzük meg, a Tools menübe van már nekem elég sok script berakosgatva, hát bizony ide is be tudunk rakni egy scriptet, vagy parancsori dolgot, vagy akármi egyebet. Rákattintasz, és a új, és kiválasztod mit? Hát a kommandot, azaz a parancs beillesztési lehetőséget, majd megnézzük, hogyan kell, de megmutatom, hogy még hova tudod betenni. A másik lehetőség szintén az, hogy persze vannak, akik az ikonokért vannak oda, és hát az ikonsorban jó lenne, hogyha elérnék ezt a funkciót. Bizony, ide is bele tudod tenni, rákattintasz, és nyú, azaz új, és nyilvánvalóan nem applikációt, tehát valamilyen programot szeretnél beilleszteni, hanem egy kommandot, egy parancsot, és meg tudod tenni. Én most hadd ne tegyem meg, hiszen egyértelmű, hogy ott fog megjelenni a kommandnak a kis ikonkája, és az majd szépen a mögötte lévő kis programot, scriptet le fogja futtani. Oké, de vannak, akik nem szeretnének ide fölmenni, vagy ide fölmenni, azokra is gondolt a szerkesztőnk, bizony, mit tett? Jobb klik, akárhol egyébként most teljesen mindegy, az akció közé be tudsz tenni akár egy submenüt, tehát egy almenüt, akár új kommandot. Én azt javaslom, hogy egy submenüt, tehát egy almenüt hozzá létre, és az alá rakosgass be a saját parancsaidat, így például, ahogy lehet látni, ugye egész rendezetten összerakosgatta a szerkesztőnk, de hát lényeg a számunkra, hogy mi egy sajátot szeretnénk. Létrehozol egy submenüt, rákattintasz, ahogy előbb mutattam, kiválasztod a submenüt, és utána ide mész, rámész, és új, hát nyilvánvalóan, egy kommandot szeretnénk berakni, a kommandnak mindig legyen valami neve, őnek a fantáziadús new lesz a neve, és meg is nyílik a szerkesztőnk, nézzük meg, hogy előjött-e a new, tehát megkeressük az akciókat, és ott van, és megvan az új indítási lehetőségünk, hogy mögötte nincs semmi, mert nem írtunk még oda semmit, az jelen pillanatban igazából nem érdekes. Nézzük is meg. Létrehoztuk, az előbb megnyílott a szerkesztő ablak. Létrehozunk ide egy inserttel, nem inserttel, avval egyébként, de kényelmesebb az egérrel, és létrehoztuk, kapjon egy nevet, mindenképp kapjon egy új nevet, és ennek lesz az a neve, hogy teszt. Ne azzal törődjetek, hogy milyen skripteket vagy parancsori megoldásokat mutatok be. Természetesen azok nem érdekesek másnak, hiszen ez az én általam elvárt skriptek, amiket én használok. A lényeg az, hogy hogyan készítünk skriptet vagy parancsori megoldást. Oké, ő lesz a teszt nevű eszközünk. Rákattintunk, milyen lehetőségünk van? Kettő lehetőségünk van, látható. Vagy létrehozol egy command line-t, tehát egy parancsori megoldást, ide beírod azt, hogy ls, például, és kilistázza a parancsra a adott könyvtár fájlait, vagy egyebeit, tehát ide a parancsori dolgokat beírod, ezzel jelen pillanatban ne törődj, majd elmagyarázom, ez is mi. Tehát, hogyha van egy parancsori jó hosszú dolgod,
az fogod a parancsorból ki. Másolod a terminálok legnagyobb része adja azt, hogy a parancsot ki tudod másolni, és ide beilleszted, és ugyanazt teszi. Ugyanúgy fog lefutni, ugyanazt fogja megtenni számodra. A másik már egy kicsit bonyolultabb. Nyilvánvalóan egy hosszabb parancsot érdemes időnként, főleg, hogyha az bonyolultabb, több ciklus van benne, több változó van benne, vagy akármi, ami meghaladja azt a parancsori gondolatot, annak bizony vannak szkriptesítési lehetőségei. Ha neked van egy szkripted, amit megírtál, és kapott egy szép nevet, és az működik, meg tudod hívni parancsorból, akkor mi a teendő? Megnyitod az adott szkriptet szerkesztőbe, az egész hobbelebancot, amit itt látsz, kitörölsz, és ide beilleszted. Ennyi. És ezek után már ha nyúra, ő ennek a neve, rákattintasz, ő működni fog. Oké, nagyon-nagyon szép dolog, és mi a következő lépés? Természetesen, ezt most becsukom és újraindítom, mert eltüntettem azt, ami a scriptekhez fontos. Vannak változók, amit te definiálsz, és vannak változók, amit természetesen a SpaceFM saját magának definiált. Milyen ilyen változókra kell gondolni? Nagyon egyszerű a változók gondolata, ha van kijelölt fájlod, állományod, 5 darab. A panelban itt kijelöltél 5-öt, arra hogyan hivatkozol te parancsorból vagy scriptből? Sehogy se tudod, hiszen azt az SpaceFM fogja nyilvántartani, hogy te az előbb 5 darab fájlt kijelöltél, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Ő ad olyan változókat, ami ezt definiálja. Ha valaki nincs tisztában a változókkal, akkor csak óvatosan bánjon ezzel. Igaz, elrontani nem tud semmit, de esetleg egy törlési, felülírási, egyéb szkripteknél előfordulhat az, hogy olyat töröl, vagy olyat ír felül, ami számára nem fontos. Azaz, itt kapunk gyári, a SpaceFM-ben használatos, kizárólag ott érvényes változókat. Az előbbi változó, például ez az első, a kiválasztott fájlok, ezt pedig szépen lehet még variálni is, kiválasztott fájlok neve, az adott könyvtár, a negyedik fülön, például hivatkozhatsz, ebben a fülben, ezen a tabon egy harmadik, negyedik, ötödik helyen lévő, nyitott fülön lévő könyvtára is, amit te éppen kijelöltél. Tehát egészen bonyolult, összetett, inkább így mondom, már bonyolult az azt jelenteni, hogy átláthatatlan, de egészen szépen összetett módon meg tudod határozni azokat a változókat, amiket neked éppen az adott feladatnál kellene használni, vagy használod, vagy nem használod. Én általában azt a gondolatot szoktam megtenni, hogyha nincs kifejezetten szükség arra, hogy ezeket a belső változókat használjam, akkor inkább egy általánosabb megoldást használok. Nyilván van, amikor mind az előbb emlegetett kijelölt fájlokkal szeretnék valamit tenni, vagy éppen egy másik panelban másik fülön lévő fájlokkal szeretnék valamit tenni, ezt egy normál scriptben nem tudod definiálni, akkor használom csak. De ha ilyen nincs, akkor kizárólag egy általános változókat, általános megoldásokat használok. Ilyen esetben, hogyha te ezeket szeretnéd használni, akkor ez a sor mindenképp legyen bent a script elején, azaz ne töröld ki nagy svunggal, mint ahogy az előbb mutattam, mindent is a saját scriptedet bemásolod, hanem ez mindenképp az elején legyen benne, hiszen ő importálja a fájlkezelő belső változóit. Oké, ennyi a kitérés. Ennyi kellett ahhoz természetesen, hogy megértsétek, hogy mik ezek, és a későbbiekben mit fogok mutatni. A command line-nak is vannak ilyen belső változói, hivatkozhatsz ugyanúgy egy kicsit más szintaktikával, más írománnyal, más jelzésekkel az adott fájlra, kijelölt könyvtárra, egyébre. Nagyon kényelmes, azaz, hogyha olyan parancsort szeretnél írni, egy, két, három soros dolgot, amiben te
szeretnél hivatkozni a kijelölt fájlokra, akkor természetesen itt meg tudod tenni ezzel a kis százalék, F és egyéb jelzésekkel, természetesen, de arra figyelj, hogyha így készítesz el, hivatkozol a kijelölt fájlokra az adott parancsorral, adott parancssal, akkor természetesen nem fogod tudni azt a parancsot fogni, kimásolni és futtatni egy terminálba, hiszen ő megkérdezi, százalékjel F, szentisten az micsoda, az nincs nálam definiálva, bocsi tesó, de nem fogok működni. Oké, tehát erre nagyon figyeljünk, hogy a belső változókat, amiket itt mutogattam, azokat csak ebben a programban fogod tudni használni. Oké, természetesen szerkesztésen meg tudod nyitni saját felhasználóként, meg emelt szintű felhasználóként is az adott scriptet, vagy adott parancsot szerkeszteni, ha az itt lévő lehetőségeknél egy kicsit mélyebb, kényelmesebb, esetleg összetettebb szerkesztési feladatokra van szükség, mert itt a scriptet, ha beírod, hát bizony, ahogy lehet látni, itt vannak példaskriptek, ha én ezek elől kiveszem a hashtageket, akkor látható, hogy nem nagyon színezi be. És azért legyünk már őszinték, mi nagyon-nagyon szeretnénk beszínezni, látványossá tenni a szerkesztést, hiszen mondjuk egy zárójel automata bezárása az számunkra kényelmes, vagy változók, vagy egyebek kiemelése, nagyon kényelmes dolog. Oké, megnyitjuk a kedvenc szerkesztőnket, ezzel a szerkesztési lehetőséggel mi, ami számunkra fontos, azt a szerkesztőt fogja megadni, ami a beállításoknál alapértelmezett szerkesztőként van megadva. Oké, túl is beszéltük. Opciók. Az opciók fontosak. Hol fusson? Nyilvánvalóan a számítógépen, ez nem kérdés. Terminálba fusson, előugró taskba, vagy ne előugró taskba fusson. Én azt mondom, hogy általában, ha olyan a parancsod, ami elvárja azt, hogy te valami választ adjál, tehát rákérdez valamire, azt terminálba légy szíves futtatni, mert akkor előugrik egy terminál, ha van kérdése, fölteszi a script számodra, majd ilyet mutatok, és utána meg tudod válaszolni. Választ tudsz adni, ha taskként futtatod, ezt nem fogod tudni megtenni. Ha olyan a parancs, vagy a script, amiben biztos, hogy nem lesz ilyen, hogy ő kérdez valamit, akkor természetesen én mindent kiszoktam venni, tehát kiszedegettem a pipát minden elől, akkor simán lefut, nem lesz előugró ablak, nem ugrik elő a tasknak a ablakocskája, nem fogja leblokkolni a működését egy ideig, hanem milyen lehetőségeid vannak, lefut, becsukja magát, nem is látsz semmit, csak a parancsot végrehajtja, azaz ezeket a lehetőségeket, menübejegyzés, a típust természetesen kommandon hagyjuk, a nevét meghagyjuk tesztnek, mert tehát ezt a nevet adtuk neki, kérj, azaz gyors billentyűt tudsz hozzáadni, megnyomod azt a gyors billentyűt, amit szeretnél használni. Nézzünk pár példát. Nézzünk pár példát, két-három példát szeretnék bemutatni. Az egyik gondolat az, hogy a Tools menüből fogom bemutatni, az egyik, micsoda, a keressük meg, a felmásol. Ez nem tesz mást, mint az adott alkönyvtárokban lévő összes fájlt felmásolja a könyvtárunkban. Nézzük is meg itt. Jelenleg itt van a könyvtárunk, abban van egy csomag fájl, és bizony szeretném, hogyha ide felmásolná az összeset, átmozgatná az összeset, így pontosabb, hiszen mozgatásra írtam át ezt a kis szkriptszerűségemet, mert van 10 alkönyvtár, és az összes alkönyvtárban lévő fájlt szeretném a főkönyvtárba átmozgattatni, mert ott szeretném látni őket. Tehát Toolsra megyünk, és felmásol. Nézzük is meg, mi a szősz ez. Hát mi a szősz ez? Nézzük meg Edit Command, és a kommandunkat megnyitjuk. Egyszerű dolog. Láthatóan egy egyszerű parancsori dolog. Igazából teljesen mindegy jelen pillanatban, hogy mi mit jelent. Ez működik. Semmi belső változót nem használunk, csak az MV parancsot
paramétereztük föl, hogy az összes fölöttünk lévő, bocsánat, alattunk lévő alkönyvtárból az összes cumot, minden kiterjesztés, minden fájlnevet legyen szíves már az adott könyvtárba, amiben mi ücsörgünk felmásolni. Oké. Nézzük is meg a menünek a beállítását, command, hát persze, hogy command, és a neve felmásol. Ez semmi érdekes. A következő dolog az opciók között, látható, én mindent kiszeregettem, mert ennél nincs olyan kérdés, nincs olyan lehetőség, ami normál esetben bizony előfordulhat, lehetne ezen variálni, hogy legyen, de én ezt így, az én feladataimnak megfelelően így elfogadtam, hogy ebbe hiba nem lehet kérdés. Oké, mit teszünk? A könyvtárból felmásoltatjuk, ide megyünk, mivel nincs gyors billentyű, felmásolra kattintunk, és bum, elő is tűnt könyvtárból. Kiszedegette, én a könyvtár nevet kitöröltem, és itt vannak abba a könyvtárba, amiben én kívántam az adott fájlokat átmozgattatni, meg is tette. Látható, nem kellett terminált megnyitni, nem kellett azokat beírogatni, nem hosszú, de azért elüthet valamit az ember, éppen nem emlékszik, hogy hol van pötty, hol van nincs pötty, hol van ilyen karakter, hol van olyan karakter, biztos, hogy nem jut az embernek az eszébe. Oké, nagyon egyszerű, sokszor használom, nézzünk hasonló gondolatot. Vannak olyan honlapok, mondjuk a MediaClick, ami megengedi azt, hogy egy bizonyos körben, egy bizonyos mennyiségű, egy bizonyos ideig le tudod tölteni mondjuk a rádiókabarét, vagy esetlegesen, saját felhasználásra természetesen egy rádiójátékot. Ehhez, ha én letöltöm, hát szépen megvágom őket, már volt róla szó egyébként, és szeretem odailleszteni a könyvtárba egy rádióképet. Hát, hogy tudjam, hogy bizony az a rádió hangjáték volt, és vannak olyan zene lejátszók, amik ezt a képet megjelenítetik, nagyon kényelmes. Oké, maradjunk annyiba, hogy ez úgy többször előfordul, hiszen hétvégén vagy két hetente az engem érdeklő rádió műsort letöltöm, hozzáteszem, ez legális, ott is van az oldalukon, hogy ezt szabad tenni, bizony-bizony, ahhoz szeretném az összes könyvtárba bemásolgattatni ezt a képet. Ezt is meg tudom tenni egy scripttel, illetve természetesen egy parancsorral, illetve script. Nézzük meg, egyszerű scriptet szépen megoldottuk, és egyszerűen meg fogja tudni ezt tenni. Látható, nem bonyolult, megnyitotta azt a szerkesztőt, amit én szeretek, azt a fájt, amit kell, és természetesen itt tudnám szerkeszteni, most éppen nem akarom szerkeszteni. Azaz, kényelmes dolog, igen, ha ez nem lenne ilyen lehetőség, hogy ide megyek és rákattintok az adott névre és lefuttatja a scriptet, mit kellene tenni? Megnyitni a terminál ablakot, ami itt nagyon kényelmes, hiszen F4-gyel az adott könyvtárba, ahol van a kurzor, illetve a kijelölés, ott szépen megnyitja a terminált abba, és ott végzi el a munkáját. De előfordulhat, hogy innen nyitok meg terminált, akkor a home könyvtárban nyitja meg, azaz vannak ezekkel ilyen kis macerák, hogy azért jobb lenne, természetesen, ha az adott könyvtárra hivatkozok a scriptbe, akkor az adott könyvtárba kéne futani, azaz kényelmes, gyors és egyéb, hogyha ezzel oldom meg. Oké, nagyon kényelmes, meg lehet oldani. Nézzünk egy kicsit másabb dolgot, amit én általában szoktam használni. RM. Ez egy kicsit bonyolultabb script, nem bonyolultabb, nem kell megijedni. Edit script, megnézzük, mi van benne. Bizony, szeretném, hogyha a RNM, ez egy átnevező program, ha valakit érdekel, nézze meg interneten, elég szépen definiálni tudjuk benne a dolgokat, azt leszeretném futtani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, akárhány darab, akármilyen fájlon, az átnevezést megírom, szépen beírogatom ide, és el fogja nekem végezni egymás után a feladatot. Nézzük is meg, miért mutattam meg, mert itt észre lehet venni, hogy a Super Plus X ott van mellette.
azaz hozzárendeltem az előbb bemutatott módon, tehát a szerkesztési panel egyik részébe a gyors billentyűt megadhatod, de utólag is meg tudod adni. Például oda mész az RM-re, rákattintasz, és itt van a Ctrl K, azaz a gyors billentyű megadása, rákattintasz, szuper, ez a Windows-os jel plusz, az X-et szoktam erre használni, megnyomjuk, és set be is van állítva. Oké, tudjuk, hogy a Windows X-el tudjuk meghívni, rákattintunk, és előugrik a terminál. Ezt azért hoztam példának, mert a terminál használata akkor kényelmes, ha vannak olyan kérdések, amiket a script vagy a program feltelt, vagy esetleg szeretnéd látni, hogy mi a szőzt csinál az adott program. Azaz, ő megkérdezi, nem csinál mást ez a script, mint a könyvtár nevét beilleszti egy sorszámozással, egy megfelelő sorszámozással a file névet, megváltoztatjuk az eredeti file nevet a könyvtár névre. Azaz, hogyha van egy munka, aminek van egy neve, és az összes fájlt, ami ahhoz tartozik, át szeretnéd nevezni erre, hiszen ilyen nevű, olyan nevű, amolyan nevű képeket, szövegeket, akármiket már beleraktál, át szeretnéd nevezni erre és besorszámozni, ez a scriptecske nagyon-nagyon alkalmatosá. No, lényeg az, hogy ha vannak olyanok, amik valószínű rákérdeznek egy-két dologra, akkor bizony jobb, hogyha terminálból, tehát ott a beállításnál terminálból futtatod, azaz itt rákérdez, test 001 MP3-as, átnevezze könyvtár 001-ese, én azért tettem bele terminálba, hogy ne automatikusan nevezze át, hanem azért a sorszámozás megmaradjon, és le tudjam ellenőrizni, rákérdez, nyilván ezt maga az alapprogram tudja, igen, ha mindent így szeretném, akkor lefut, beütöttem a kettest és lefut, és utána egy enter nyomásával a terminálod el fog tűnni. Azaz megtette könyvtárnév és egyéb, a könyvtárnév sorszámozás megtörtént, ahogy akartuk, ez volt a script feladata. És visszatérek rá, hol lehet beállítani, hogy a terminált hívja meg, és lásd a terminált, bizony odamész, RM, és rákattintasz, tulajdonságok, vagy az F3, és nem ide, és opciók, fusson terminálba, ennyi. Tehát látható, ha kivettem volna, akkor bizony hibával szállt volna el, hiszen nem tudta volna eldönteni, hogy megfelelő-e az átnevezés. Én szeretem időnként, ha olyan terminálba látni. Oké, nézzünk még egy példát, hogy milyen könnyedén meg lehet tenni, és most a belső változókra fogok én egy kicsit példát hozni. A D, ennek igazából még nincs neve, majd találok ki, én általában, hogy lehet látni, elég szépen össze-vissza nevesítem őket, össze fogom rakni, meg összerendezgetni, hiszen almapákat is létre tudunk hozni. Na, lényeg az, hogy bizony, nézzük is meg, mi van M mögött, a kis programocska mögött, Edit Command. Edit Commandra kattintva megnyílik az editor, alapesetben természetesen, hogyha egyszerű, és nem kell hozzá script, tehát nem scriptek vannak, akkor ez. Megnézzük, hogy hát önneki az a feladata, hogy ami ki van jelölve, na hát ezt parancsorból a belső változók nélkül nehéz megadni, hogy a kijelölt fájt nézze meg, annak a nevét legyen szíves megjegyezni, hát a itt látható emlékeztek rá a scriptek között. Itt a leírásba látható dolog volt, ez a kis belső változó, őt hívtam meg, megmondtam neki, tesó, hát nézd meg, hogy mi van kijelölve, és azzal a kijelölt fájl névvel légy szíves akármit csinálni, most jelen pillanatban teljesen mindegy, hogy mit csinálni, én nekem csak annyit, hogy a fájl nevet legyen szíves előkeresni, és hát már legyen szíves megjegyezni, majd meghívom a klipitet, azaz egy vágólap kezelő eszközt, amit megkérek arra, hogy ebbe a nevű fájba legyen szíves már belegyömözölni a vágólapon lévő
adatokat, és kapjon már a file név egy TXT kiterjesztést. Azaz, hogyha én ide rákattintok a könyvtár név 0011 MP3-asra, és megnyomom az F3-as funkcióbillentyűt, hol is adjuk meg a funkcióbillentyűt? Itt adjuk meg a funkcióbillentyűt, akkor ő azt fogja tenni, hogy könyvtárnév 001, mert ő a kijelölt file nevünk, azt szépen lecsomkolja a kiterjesztést, másképp is meg lehet oldani, de én ilyen scriptet találtam, ilyen megoldást találtam, megfelel ez nekem, oké, ne azon vitatkozzunk, biztos vagyok benne, hogy ennél egyszerűbben is megoldhatjuk, megjegyzi, hogy csináljon egy olyan fájt, aminek a kiterjesztése TXT, ezzel a file névvel, és abban gyömöszölje már bele a vágólapon lévő szöveget, és hát bizony ezt a szöveget én szeretném bizony Isten szerkeszteni, tudom, hogy szerkeszteni szeretném, és megnyitatom automatikusan az általam kiválasztott szerkesztővel ezt, mivel nem tudjuk folyamatosan azt, hogy mi lesz ennek a neve, hiszen a kijelölt fáj nevet szeretném használni, akkor természetesen ilyen fura megoldásokkal kell élnünk. Nem fura, csak kezdeti időben az embereknek. Ez bizony egy kicsit érdekesebb. Oké, kijelöltem, hogy könyvtár név 0011 legyen a TXT-mnek a neve. Oda megyünk egy honlapra, ez természetesen egy lorem ipsum lesz, tehát egy össze-vissza szövegből vágok ki, másolás, és ezt elteszem innéd, és megnyomom, ide jövök, ide kijelölöm, amit kell, megnyomom az F3-at, és látható, elkészítette a könyvtárnév 0011 TXT-t, és belegyömöszölte az adott szöveget, ami a vágólapon volt. Miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy van olyan ember, akinek nem elegendő az a funkció, amit egy fájkezelő ad, bő funkciót ad, rettentő sok funkciót adnak a fájkezelő, de vannak olyan egyéni igények, amiket naponta többször szeretnénk elvégezni. Azaz vannak ilyen egyéni igények, nyilvánvalóan nem elvárható az ilyen fura dolgokat, bizony pluginba valaki megírja neked ingyen, bérmentve, hiszen másnak nem kell. Azaz ezeket a funkciókat be tudjuk tenni kétféleképp. Van az egyszerű parancsor, az egy röviden megoldásokhoz alkalmatos, ha van egy feladat, például ilyen nagyon-nagyon komoly feladat, amit én ide tettem, hogy az OGG kiterjesztésű fájlokból csináljon már nekem MP3-ast, az összesbe a könyvtár összes OGG kiterjesztésű hangfájlból gyömöszöljön már nekem MP3-asokat, arra néztem az interneten egy parancsort, egyszerűen bemásoltam, hiszen az összesre működjön, és megoldódott a probléma, megcsinálta. Tehát vannak ilyen parancsorok, amiket sokszor használunk, én ezt sokszor használom, akkor bizony jó lenne, ha nem kéne mindenfajta scriptet, parancsort előhívni, hanem egy kattintással meg tudjuk tenni. Ennek van egy bonyolultabb, inkább úgy mondom összetettebb megoldása, amikor nem ilyen egyszerű, hogy az összeset légy szíves, átkonvertálni, hanem a kijelölteket, erre is ad lehetőségeket, hiszen vannak belső változók, és hogyha még jobban bonyolítani szeretné az ember az életét, azaz összetettebb feladatot szeretne ellátni, akkor írhat scripteket is. Írhat scripteket is. Vagy letölti az internetről, és bemásolja a script részre, és akkor működni fog egyetlen egy kattintással, vagy ami nagyon-nagyon kényelmes, gyors billentyű megadásával, hiszen láttátok, egy párhoz gyors billentyűt rendeltem, és akkor villámgyorsan az összes fájt átnevezi a könyvtár nevével, és megjelenik terminálba, hogyha van valami kérdése. Oké? Azaz ki tudjuk bővíteni. Megint arra kérek mindenkit, ne azon akadjon fönn, hogy bizony őnek ilyen könyvtárnév átnevező izé soha nem köll, meg különben is vannak programok, grafikusak, amik ugyanezt tudják, meg hát ezek a funkciók nekik nem kellenek, hanem azon gondolkodjatok el, hogyha vannak sokszor használt funkcióitok, olyan, amihez meg kellett volna nyitni egy másik programot, vagy meg kell nyitni
akár egy terminál ablakot, nem nagy dolog, ennyi az egész. Megnyomtam az F4-et, arra van beállítva, ott a terminál, és hogyha a Space FM-be, a File Manager-be nyomom meg, akkor még abba a könyvtárba is nyílik meg, tehát tudnék dolgozni, de be kell gépelni akár a script nevét, akár be kell gépelni a parancsot, azért vannak jó hosszú parancsok, amiben ilyen-olyan egyebek vannak, azaz le tudod rövidíteni azokat a favágó munkára szánt időket, egyszer kell a scriptet megírni, egyszer kell berakni megfelelő struktúrába, hiszen emlegettem, hogy én most behánytam, éppen rendezgetés közben van, megfelelő struktúrába berakosgatod akár ide, akár pedig ide azokat a parancsokat, vagy ide csinált kis ikonkákat neki, hiszen ikon megadási lehetőség is van, amiket sokszor használsz, és bizony kényelmessé tudod tenni. Hát elég hosszúra sikerült, de én azt mondom, hogy ha valaki idáig eljutott, hogy tudja, hogy ki lehet bővíteni, és vannak olyan parancsorai, amiket nem álnévként, aliaszként szeretne, nem scriptként szeretne külön-külön futtatni, hiszen az adott könyvtárba, az adott fájlokkal a fájkezelő használata közben szeretné használni, azokat itt bizony meg tudja adni. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, mindenkinek jó gondolkodást, mindenkinek jó scriptesítést, kiegészítést kívánok a kedvenc fájkezelőhöz. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok.